Akár csak egy jól nevelt házőrző kutya magabiztos tekintettel nézelődik a kis oroszlán egy orvosi ház udvarán. Nem mindennapi látvány az sem, ahogy a hintaszékben ringatja magát egy afrikai oroszlán. Bár emberi kéz neveli, ösztöneit nem tudja meghazudtolni, a kamerát is kérdő tekintettel, vadászó mozdulatokkal közelíti meg. A Vázlin névre keresztelt, most 11 hetes kölyök Ukrajnából érkezett Nyíregyházára. Már ott is emberi kéz nevelte, így szociálisan könnyebb neki először egy családba beilleszkedni, később pedig a nyíregyházi állatparkba fajtásai közé. Később semmilyen hatással nem lesz rá, annyi, hogy az emberekhez közelebbi viszony fogja fűzni, illetve a pótanyukáját, Anikót a későbbiek során is fel fogja ismerni egészen az élete végéig. Azért fontos, hogy így kezdjük el nevelni, ugye cumiból kezdtük el nevelni kézzel, most már 2 hét múlva elértük azt, hogy tápból veszi fel a tejpótló tápszert, illetve elkezdtük a húsetetést is nála. Ezt el fogjuk hagyni 2 hét múlva, mármint hogy a tejpótló tápszernek az etetését, és addig fokozatosan megismertetjük mindenféle hússal, illetve mindenféle csonttal. A későbbi cél természetesen az, hogy a nyíregyházi állatpark oroszlán falkájába kerüljön be. Először azonban a park gondozói érkeznek hozzá a rutinvizsgálatra és vakcinázásra. Hogy mindez a kamerák előtt történhessen, elő kell készíteni a területet. Mázlinak azonban határozott véleménye van arról, hogy a plédnek máshol lenne a helye. Bár emberi kéz neveli, ha nem tetsző mozdulattal találkozik, hallatja a kölyök hangját. Nem esett jól neki a vakcina és a féreghajtó injekció, de pár perccel később már érkezett egy tál finom falat, ezzel játszva meg is békélt az állatorvosával. A tápszerbe áztatott húsnak hatalmas lendülettel esett neki, pillanatok alatt jó ízűen megette az összeset. Nem is csoda, hogy gyorsan nő a kölyök. Egészen nagy már ez a kis oroszlán, hiszen 8,3 kg-os, ami megfelel a korának. Ő 6,6 kg-osan került át a határon, és 700 g-os súlygyarapodással kell heti szinten számolni. Ő ezt tartotta, hiszen először 800 g-ot, most pedig 900 g-ot mértünk súlygyarapodásnak, úgyhogy egészen jól fejlett, nagyon jól építi magára az izmokat is. A kutyák kézben is tartják ezt a kis oroszlán, nem hagyják elpunyadni, úgyhogy az izmokat ezért is építi magára. A kutyák nagyon fontosak egyébként a szocializációban, mert ugye az oroszlánfalka könnyebben fogja befogadni úgy, hogy már állatokhoz szocializálódott. Korábbi kis oroszlánnál volt problémánk azzal, hogy sokkal hosszabb volt megtanítani őt tálból inni, mint így, hogy a kutyák gyakorlatilag 2 nap alatt meg is tanították, hogyan kell inni tálból. Ha így folytatja a növekedést, néhány hónap múlva eléri a teljes kifejlettséget. Most a bundáján is látszik, hogy kölyök, hiszen foltos, de ahogy növekszik, ezek a foltok el fognak tűnni róla. Most még a hintaszéket is tejfogaival harabdálja, de 4 hónap múlva ezek helyén már a maradandó fogak ékeskednek majd.